Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják kedden este 19 órakor. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit röviden. A Magyar Védelemipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik a Neumann János Egyetem. Megérkezett a koronavírus elleni vakcina harmadik szállítmánya, összesen 3510 ember beoltására elegendőek az ampullák. Január 15-ig van lehetőségük a szülőknek beadni a kérelmet, ha azt szeretnék, hogy 6 éves gyermekük óvodai nevelésben maradhasson. Stratégiai megállapodást írtak alá ma délután a Neumann János Egyetemen. A szerződés értelmében a Magyar Védelemipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik az intézmény. Új egyetemi képzések, szakok indulnak, új munkahelyeket teremt a program, de plusz adóbevételeket is jelent Kecskemét számára az új irányvonal. Védelmi ipari tudásközpont jön létre a Neumann János Egyetemen. Ennek érdekében az egyetem kedden együttműködést írt alá a védelemiparért felelős kormánybiztossal, valamint a legfontosabb piaci és közoktatási szereplőkkel. A megállapodásnak köszönhetően az egyetemen új képzések, szakok indulnak el a közeljövőben. Dr. Maród Gáspár védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztos a rendezvényen azt mondta, további jelentős hadipari beruházások várhatók ebben az évben a régióban. Letesszük az alapjait, illetve a keretrendszerét annak a jövőbeni oktatásnak és képzésnek, amiből számolunk arra, hogy nem csak az itt lévő, a régióban lévő gyáraink beruházásaihoz tudunk biztosítani munkaerőt, és a régió alatt értem egészen a déli határig nyúló beruházásainkat, hanem az ehhez kapcsolódó kutatásfejlesztési programjainkhoz is. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester beszédében kiemelte, egy új iparág, a védelemipar vetheti meg a lábát Kecskeméten. Egy olyan innovatív műszaki ökoszisztémája van ennek a térségnek, ami látszik, hogy több lábon áll. Több lábon áll ez a térség, és a több lábon állásokhoz egy gazdasági stabilitást, ami azt gondolom, hogy annak a régiónak, amit Kecskemét képvisel, és Kecskemét a kapujában áll, a délalföldi régiónak, egy igazi húzó ereje és motorja ez a város, és ennek a városnak a szellemi és tudástőkéje az egyetem. Az egyetem célja a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé kerülni. Ezt már dr. Csizmadia Attila Norbert, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondta a rendezvényen. A jövő az az egyetemeken és az innovatív műhelyekben fog zajlani. Ezért fontos, hogy egy évtizedek óta csak egy témát kutató tudósok között és kutatók között a csoportba, diákokra, új mérnökökre, ahogy mi hívjuk, fenntartató mérnökökre és kreatív technológiai mérnökökre építsenek. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a Neumann János Egyetemen egy geostratégiai tudásközpont mellett létrehozzuk ezt a védelemiparral, a technológia fúzióval kapcsolatos új tudás- és kutatóközpontot itt Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen. Az együttműködésről és az egyetemen induló új képzésekről kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Megérkezett a koronavírus elleni vakcina harmadik szállítmánya a Bács-Siskó megyei oktatókórházba. Összesen 3510 ember beoltására elegendőek az ampullák. A Kecskeméti kórházban eddig több mint 2500-an adatták be a vakcinát. Hordozó kocsira teszik a vakcinákat rejtő dobozt a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. A harmadik szállítmány ma délelőtt érkezett meg a bőrgondozó épületébe. Az ampullákkal 3510 ember tudnak beoltani a kórház dolgozói. Első körben a kórházi fekvőbeteg osztályok azon dolgozói vették fel az oltásokat, akik közvetlenül a koronavírusos betegek ellátásában részt vettek, tehát intenzív osztályok, kijelölt osztályok. Ezt követően a kórháznak a többi dolgozója és a külső kórházi egységek és telephelyek. Ezt követően áttértünk a házi orvosok oltására, a mentős bajtársak oltása is folyamatban van. Az egészségügyi és a megyei kormányhivatali dolgozók, valamint az idős otthonok lakóinak beoltása után újabb csoportok jelentkezhetnek a vakcináért.
várhatóan a jövő héttől elkezdjük a rendvédelmi dolgozók oltását, és gondolom, hogy utánuk fognak következni az idősek, illetve a, majd azt követően a betegségük miatt rizikócsoportba tartozók. A Kecskeméti Kórházban eddig több mint 2500-an vették fel a koronavírus elleni vakcinát. A bőrgondozó épületében kialakított 4 oltóponton körülbelül 250 ember tudnak beoltani naponta. A tervek szerint a jövő héten Kalocsán és Kiskunfélegyházán is kialakít oltópontokat a Kecskeméti Kórház. Alpolgármesteri segítséget kapott a Kecskeméti mentőállomás. Engert Jakabné és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterek nem csak ajándékot vittek a mentőknek, hanem önkéntes munkát is vállaltak. A segítség pedig elkél, hiszen egyes napokon 6-700 telefonhívást kell kezdeményeznie a mentőszolgálatnak. Két nagy kosár gyümölcsel érkezett kedd délután Engert Jakabné és Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a Kecskeméti mentőállomásra. A vitaminban gazdag meglepetés mellett önkéntesként a betegszállítás irányítás munkáját is segítették. Egy kicsit részt vettünk a munkában, mi a tesztelés megszervezésével kapcsolatos. Illetve hát szeretném elmondani még, hogy a járvány megfékezése szempontjából nagyon fontos a védőoltás felvétele, ami elkövetkező hónapoknak a nagyon fontos eseménye. A polgármester asszony is, én is bejelentkeztünk, regisztráltunk a védőoltásra. Az alpolgármesterek az önkéntes munka során a mintavételek szervezésében vettek részt, mivel a mentőszolgálathoz naponta átlagosan 2-300, nehezebb napokon 6-700 koronavírus mintavételi kérelem érkezik a megye területéről, minden segítség jól jön. A betegszállítás irányításban tudtuk őket kicsit foglalkoztatni, ahol önkéntesek is végeznek munkát, és elsősorban a feladatuk a mintavételeknek a szervezése. Ide érkeznek be a mintavételi kérőlapok, ők értesítik ki a pácienseket, betegeket, hogy mikor történik a mintavételük és hol, és mindenkit ki kell értesíteni telefonon. Dr. Szekeres Antónia elmondta, egészségügyi felsőoktatásban résztvevő hallgatók is segítik munkájukat, akik a minták levételét végzik a fix mintavételi pontokon és személyautóval egyaránt. A megye területe és a nagyszámú kérelmek miatt hatalmas segítséget jelentenek. Aki szeretné önkéntesként segíteni a mentőállomást, az a 0676 500 648-as telefonszámon jelentkezhet. A Bács-Iskó megyei oktatókórház nem adott ki semmilyen utasítást a szabad orvosválasztás korlátozása érdekében. Ezt ma délután közleményben erősítette meg az egészségügyi intézmény. Azt is írják, hogy a jövőben sem kívánnak így tenni. A napokban megjelentek olyan hírek, melyek szerint a kórházakban megszűnik a szabad orvos és szülész választás joga. A kismamák petíciót is indítottak ennek visszaállítása érdekében, hiszen nagyon sokaknak fontos, hogy olyan orvos vagy szülész mellett hozhassák világra gyermeküket, akit ismernek, akiben megbíznak, és aki ismeri a kor történetüket. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház ma délután közleményben erősítette meg, hogy nem adtak ki olyan utasítást, amely az egészségügyi törvény által biztosított szabad orvosválasztási jog gyakorlását korlátozná. Mint írják, a betegnek joga van az állapota szerint szakmailag indokolt egészségügyi szolgáltató és a választott orvos egyetértésével az ellátást végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota, az ellátás sürgőssége indokolja, vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki. Az orvosválasztás joga az egészségügyi szolgáltató működési rendjének megfelelően gyakorolható. Hozzáteszik, a kórház házi rendje szabályozza, hogy az orvosválasztási jog ügyeleti szolgálat, illetve sürgős szükség esetén csak korlátozással gyakorolható. A szülészeti nőgyógyászati osztály ügyeleti időben az egészségügyi ellátást az ügyeleti szolgálatra beosztott orvosok és a műszak szerinti feladatot ellátó szülésznőkkel együtt biztosítja. A fentiek értelmében kórházunk korlátozó intézkedést nem tett, és a jövőben sem kíván tenni a szabad orvosválasztási jog tekintetében, a hálapénz kivezetésére hivatkozva, amelyet törvényi rendelkezés szabályoz 2021. január 1-i hatállyal. Zárják közleményüket.
Január 15-ig van lehetőségük a szülőknek beadni a kérelmet, ha azt szeretnék, hogy 6 éves óvodáskorú gyermekük további egy évig óvodai nevelésben maradjon. Az iskolai érettségről, vagyis a tanköteles korról és annak halasztásáról 2021. január 1-től már az oktatási hivatal dönt. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjaig a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. 2020. január 1-től a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottsági tevékenységei közül kikerültek az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának céljából indított vizsgálatok. Jelent a névtel ezért a pedagógiai szakszolgálatoknál már nem kezdeményezhető ilyen típusú vizsgálat. Az oktatási hivatal dönt a tanköteles kort, vagyis a 6. életévét elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról, a tankötelezettség megkezdésének halasztásáról. Az eljárás a szülő kérelmére indul, amelyet január 15-ig lehet benyújtani. A szülő a benyújtott kérelemben azokat az általa fontosnak tartott okokat, körülményeket, tényeket fogalmazhatja meg, amelyek indokolják a további egy év óvodai nevelésben maradást. Amennyiben az eljárás során a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor az oktatási hivatal a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságát rendeli ki szakértőként, annak véleménye alapján hozza meg döntését. Az eljárás kezdeményezéséről részletes tájékoztatás, illetve a kérelem benyújtása a szükséges űrlap az oktatási hivatal honlapján érhető el. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket, amit március közepétől érhetnek el az adózók a NAV e-SZIA oldalán. Akik maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, azok már most hozzáférnek a 20 SZIA bevallás webes kitöltő programjához. A NAV idén is minden adózónak készít személyi jövedelemadó bevallási tervezetet, ami ügyfélkapus, e-személyi igazolvánnyal történő vagy telefonos azonosítás után 2021. március 15-től érhető el a NAV honlapján. Ettől függetlenül a NAV már most közzétette a 20 SZIA bevallási nyomtatványt. A kitöltéshez szükséges webes felületet és a hagyományos általános nyomtatványkitöltő program elérhetőségét. Az elkészített bevallások leggyorsabban elektronikusan küldhetők be, azonban a NAV felülete akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki nem az ügyfélkapun nyújtja be azt, hanem hagyományos módon kinyomtatva papíron. Az SZIA bevallásának és befizetésének határideje 2021. május 20. A NAV e-SZIA oldalán már minden aktuális bevallási információ elérhető, emellett folyamatosan közzéteszik az aktuális tudnivalókat, a bevallási tervezettel kapcsolatos határidőket és teendőket. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni, elektronikusan és papíron is. Nem lehet megnyitni a csapot, kinyitás után nincs víz, irreálisan magas lesz a vízszámla. Ezek a vízóra elfogyásának tipikus jelei. A csere több tízezer, időnként több százezer forintba is kerülhet, amit a fogyasztónak kell megfizetnie. De mint a károk többsége, egy kis odafigyeléssel ezek is megelőzhetőek. Jövő héten bekeményít a tél, éjszakánként mínusz 10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet. A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték hálózatban is. Érdemes még időben megtenni az óvintézkedéseket, amivel megúszhatjuk a mérő meghibásodás helyreállításának, illetve a vízlefolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának költségeit. Lakott ingatlanok esetében a vízmérőt és a vízóraaknát kell megóvni a fagyveszélytől. Nagy hidegek esetében ugyanis előfordulhat, hogy annak ellenére, hogy egy méter vagy az alatti mélységben találhatók a vezetékek, így is áthűlnek, így a bennük lévő víz elfagyása meghibásodást vagy törést okozhat. Fontos tehát ellenőrizni, hogy az akna fedele megfelelően zár-e, valamint a vízmérőt letakarni szigetelő anyaggal, melyre tökéletes hungarocell, pléd vagy kartondoboz darabok.
Lakatlan ingatlan esetében is érdemes elvégezni a víztelenítést télen. Ehhez az aknában található általában kék fogantyús főcsapot kell először elzárni, majd a házban lévő összes csapot és a kerti csapot is meg kell nyitni, hogy a víztelenítő csapon keresztül kiürüljön a víz a hálózatból. A lakatlan épületekben így megóvhatjuk a falakban futó vízvezetékeket is. A szőlőtermesztők, forgalmazók, kutatók és fejlesztők számára rendezték meg főként a szőlő szaporítóanyag előállítási tudományos konferenciát ma, amelyen a jelenlegi helyzetben online vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény célja az ágazat korszerűsítése, a kiemelten magas biológiai értékű, tesztelten vírusmentes szőlő szaporítóanyag előállítás fejlesztése. A szervezők bíznak abban, hogy a konferenciával elősegíthetik az innovatív magyar szőlőtermesztést és a szőlőszaporítóanyag előállítást. Az esemény első szekciójában a magyar szőlőszaporítóanyag előállítás biológiai alapjai, helyzete és jövője került középpontba, a másodikban pedig a szőlőszaporítóanyag előállítás technológiai fejlesztéséről és a patogénmentesítésről tartottak előadást a szakértők. Mindezek mellett szó volt a precíziós gazdálkodás lehetőségeiről a szőlőszaporítóanyag termesztésben, az innovatív szőlőoltvány előállítás technológiáról és egy új helyben oltási módszerről is. A Paks legyőzése után a kötelezőt is behúzta a Kecskemét. A Jászberény lendülete a harmadik negyedben tört meg, onnantól kezdve a Kecskemét felőrölte ellenfelét. A Paks elleni siker után két nap múlva hétfőn újabb mérkőzés várt a kecskeméti keretre. Az eddig nyeretlen Jászberény volt az ellenfél a Messzisván sportcsarnokban. A kékfehérek folyamatosan fejlődnek és légiósokkal erősítenek. Legutóbb Williams, Primorát és Kini került a keretükbe. Jól is kezdtek, igaz, hagytuk őket játszani. Szerencsére Thomas nagy kedvel és pont erősen játszott. Így is elbuktuk az első, majd a második 10 percet. 20 percnyi játék után 51-54 volt a táblán, azaz 54 pontot kaptunk, amit Váradi Kornél sem hagyott szó nélkül. A folytatásban egy teljesen más Kecskemétet láthattunk, és ez a pontokban is megmutatkozott. 28-13-at hozott a harmadik negyed. Az utolsó 10 percben a 12 pontos előny birtokában a fiatalokat is becserélte a kecskeméti mester. Ivkovics Milán is pályára lépett, és ezzel a pár perccel győztes meccsen debütált. Kevesebb ponttal kaptunk ki, mint az előző két meccsen, megint közel kerültek a 100 ponthoz. De most nem kifogásokat keresünk, de a realitás az, hogy nem tudunk 100%-osan gyakorolni, mert 4 meccs van egy héten belül, és hogyha széthajtom őket edzésen, akkor nem fog tudni kiállni a pályára. Úgyhogy az a terv, hogy január végéig, február közepéig összeáll a védekezés is. 96-82-vel zárult a találkozó, és ezzel a Kecskemét megszerezte a 6. győzelmét. Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Mindig az úgymond kötelező győzelmek a legnehezebbek. Nagyon rossz ritmusba kezdtünk a mérkőzést, az elején a védekezésünk nem volt rendben, a harmadik negyedben sokkal agresszívabban kosárlabdáztunk, aminek meg is lett az eredménye, hogy átvettük a vezetést és sikerült kialakítani egy magabiztos előnyt. Egy nagyon kemény csatára készített minket a játékban. Legközelebb szerdán a Szolnok lesz az ellenfél a Messzi István sportcsarnokban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Stratégiai megállapodást írtak alá ma délután a Neumann János Egyetemen. A szerződés értelmében a magyar védelmi ipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik az intézmény. Új egyetemi képzések, szakok indulnak, új munkahelyeket teremt és adóbevételeket is jelent Kecskemét számára az új program. Megérkezett a koronavírus elleni vakcina harmadik szállítmánya a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Összesen 3510 ember beoltására elegendőek az ampullák. A kecskeméti kórházban eddig több mint 2500-an adatták be a vakcinát. A polgármesteri segítséget kapott a kecskeméti mentőállomás. Engert Jakab négy Szeberény, Gyula Tamás alpolgármesterek nem csak ajándékot vittek a mentőknek, hanem önkéntes munkát is vállaltak. Január 15-ig van lehetőségük a szülőknek beadni a kérelmet, ha azt szeretnék, hogy 6 éves óvodáskorú gyermekük további egy évig óvodai nevelésben maradhasson. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták.
Műsorunkat hamarosan Kiemelő című magazin műsorunkkal folytatjuk, amelyben mai vendégünkkel dr. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztossal, a magyar hadiipar fejlődéséről és az ehhez kapcsolódóan létrejövő Kecskeméti Tudásközpontról beszélgetünk. Ezt követően azt is megmutatjuk, hogyan készülhetnek a diákok a fél év zárásra az online oktatásban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híros.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, köszönöm ma esti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerda reggelre több helyen napközben, főként keleten, északkeleten és néhol nyugaton alakulhat ki havazás, hózápor. Máshol több órára kisüt a nap, feltámad az északnyugati szél, többfelé erős viharos lökések is lehetnek, -1 és +5 fok között alakul a maximum hőmérséklet. Csütörtökön is többfelé előfordulhat havazás, hózápor, a kissé szeles időben -2 és +4 fok között alakul a nappali hőmérséklet. Pénteken már többet süthet a nap, de szeles napközben is sokfelé fagyos időre számíthatunk. Egy-egy hózápor ezen a napon is előfordulhat. Hétvégére csapadékmentes idő, erős hajnali fagyok jönnek. Napközben sok lesz a napsütés akkor is, de a hőmérséklet sokfelé fagypont alatt marad majd. Öt évvel ezelőtt, 1956. január 12-én nagy erejű földrengés pusztította Dunatisza közén. A földmozgást Kecskeméten is észlelték, s bár a híres városban nagyobb károkat nem okozott, a Piarista gimnázium pincéjében lévő szeizmográf jelzőkarja annyira kilengett, hogy az egyébként óramű pontossággal működő készülék túlfutott a papíron. A természeti katasztrófáról a filmhíradó is beszámolt. Földünk belseje még ma is izzó állapotban van. Az izzó tömegek nyomása gyakran eljut a Föld külső kérgéig, napi életünk színhelyéig. A kéreg rétegeződései ellentétes irányú nyomás hatására eltörnek és elmozdulnak. Ez a valószínű oka a magyarországi földrengésnek is. A Geofizikai Intézet földrengés vizsgáló készülékei január 12-én 6 óra 46 perckor szokatlan erősségű földrengést jeleztek. Budapestről délkeletre főleg Taksony és Dunaharaszti vályokházaiban okozott kárt a földrengés. Több ház összedőlt vagy életveszélyessé vált. 2 halálos áldozata és 38 sebesültje van az elemi csapásnak. Hasonló földrengés volt 1911-ben Kecskeméten és 1925-ben Egerben. Már néhány órával a szerencsétlenség után hatósági segítség érkezett a helyszínre. A károk összeírásával egy időben műszaki alakulatok segítettek a bajba jutottaknak. Azonnal megkezdődött a helyreállítás munkája.
Jó estét kívánok! Műsorunkat Kiemelő című magazinműsorunkkal folytatjuk. Mai vendégünkkel dr. Maróth Gáspár védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztossal, a magyar hadipar fejlődéséről és az ehhez kapcsolódóan létrejövő Kecskeméti Tudásközpontról beszélgetünk. Ezt követően azt is megmutatjuk, hogyan készülhetnek a diákok a fél évzárásra az online oktatásban. Már is kezdünk! Védelemipari Tudásközpontot hoznak létre a Neumann János Egyetemen. A mai együttműködési megállapodásnak köszönhetően például a GANF karon a tervek szerint 2022. februárjától indul majd a fegyvertervező és gyártó elnevezésű kurzus. Mindezek mellett a város számára új munkahelyeket és plusz adóbevételeket is jelent az új irányvonal. Stratégiai megállapodást írtak alá ma délután a Neumann János Egyetemen. A szerződés értelmében a magyar védelmi ipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik az intézmény. Az együttműködésnek köszönhetően új egyetemi képzések, szakok indulnak majd el. A védelmi ipar fele fogunk nyitni, és ez alapvetően azt jelenti, hogy egy életpályát szeretnénk a partnereinkkel együtt fölépíteni a fiatalok és már egyébként végzettek számára is. Ez több dologba fog megtestesülni. Először is megpróbáljuk a középfokú képzéssel, a Diana szakképző intézettel és technikummal összehangolni a különböző képzési szinteknek a programját, és egy olyan képzési kínálatot alakítani ki, ami a szakképzéstől egészen a mesterképzésig majd le fogja fedni a védelmi ipar igényeit. A részünkről a gépészmérnök képzésen belül fogunk először is kialakítani egy szakirányt. Ennek fegyvertervező és gyártó lesz a neve, és kifejezetten lőfegyverek témakörben fogunk gyártással kapcsolatos ismereteket oktatni. Ezzel párhuzamosan kialakítjuk a duális képzést a HM Arzenál Kiskunfélegyházi gyárával, amely a gyakorlati oldalról fogja ezt a képzést támogatni. De természetesen a kutatás-fejlesztés területére is nyitni szeretnénk, hiszen ahogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, Kecskemét környékén további védelmi ipari cégek fognak megjelenni, nekik szükségük van mérnökökre, logisztikusokra, informatikusokra, az ő képzésükkel is akarjuk ezt a tevékenységet támogatni. És természetesen konkrét kutatásfejlesztési együttműködéseket is tervezünk. Leginkább az anyagtechnológia és az automatizálás terén vannak olyan ötletek és kompetenciák nálunk, amik első ránézésre is érdekesek lehetnek a védelmi iparnak. Kutatásfejlesztésekről, hogy beszéltem, hogy szeretnénk majd a védelmi ipari cégekkel ezt kialakítani. A NATO repülőtér ugye Kecskeméten működik, és ott mellette van nekünk egy olyan ingatlanunk, amelyik nagyon alkalmas lehet a helyénél fogva arra, hogy a védelmi ipar számára ezt mint egy lehetőséget felajánljuk, és közös kutatásfejlesztési potenciált, infrastruktúrát építsünk ott fel. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes együttműködési lehetőség, és szerepel itt az együttműködési megállapodásban is. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester azt mondta, a hadipar már jelen van a város életében. Ezt a védelmi ipart erősíti most tovább a ma aláírt megállapodás. Azt gondolom, hogy felértékelődött a biztonságunk a mindennapjainkban, hiszen szinte minden kérdést ma már a biztonság felől közelítünk meg, és egy stratégiai jelentőségű ágazatról van szó. És abban Kecskemét, mint híres város, úttörő szerepet tölt be mindig, hogy egy stratégiai jellegű fejlesztést elsőként versenyképesen magáénak tudjon, és minden eszközzel támogatni tudja ezt a fejlesztést. A másik, ami fontos a dinamikus fejlődés szempontjából, hogy egy olyan innovatív műszaki ökoszisztémája van ennek a térségnek, ami látszik, hogy több lábon áll. Több lábon áll ez a térség, és a több lábon állásokhoz egy gazdasági stabilitást, ami azt gondolom, hogy annak a régiónak, amit Kecskemét képvisel, és Kecskemét a kapujában áll, a délalföldi régiónak, egy igazi húzó ereje és motorja ez a város, és ennek a városnak a szellemi és tudástőkéje az egyetem,
ami képezi ezt a motornak a dinamikáját. El tudunk indítani egy új egyetemi képzést, tudjuk mozgósítani azokat a fejlesztési mérnök képességeket, potenciálokat, amelyek megtalálhatóak. Tudunk őrizni, stabilizálni, megújítani és új munkahelyeket létrehozni ezzel a lehetőséggel, és tovább erősíteni azokat az adóbevételeket, amely mind a térség, mind pedig az állam szempontjából fontos, tehát rengeteget nyerünk ezzel a megállapodással. Dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora, mérföldkőnek nevezte a stratégiai megállapodást az intézmény történetében. Elmondta, a szerződés egy hosszú előkészítő munka eredménye, és valamennyi partner elkötelezett a közös siker érdekében. Olyan új kutatási fejlesztés irányokat jelent a védelmi ipar területén, amelyről elnök úr is beszélt, amelyben országosan is egyedülálló teljesítmény és szakmai eredmények elérésére válik lehetősége az egyetemünknek, és ezzel pedig növelhetővé válik intézményünknek a versenyképessége és versenyelőnye, mint ahogy a térség versenyelőnye is. A megállapodás célja összhangban van nem csak az egyetem hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel, de a térségben vállalt küldetésével, a tudásplatform szerepkörével is, és a városfejlesztés, valamint a kormányzati gazdaságpolitika célkitűzéseivel is. Olyan fejlesztési és innovációs központ tudásbázis létrehozása, illetve felsőfokú képzések elindítása a célunk, amelyek a helyi felsőoktatási hagyományokra, a magyar szellemi tőkére és kapacitásokra alapozva járulhatnak hozzá Magyarország versenyképességének növeléséhez, a magyar védelmi ipar fejlesztéséhez. Az egyetem duális képzési partnereként nem csak passzív élvezője, hanem aktív közreműködője lehet a képzést és kutatásfejlesztést is felölelő együttműködésnek a Kiskunfélegyházi fegyvergyár. Ezt Zaja Gábor, a HM Arzenál fegyvergyártási divízió igazgatója jelentette ki a mai eseményen. A Kecskeméti Egyetem által kialakított duális képzési módszer tapasztalataira alapozva szeretnénk a gyakorlati képzésben hasznosítani a Kiskunfélegyházi fegyvergyárban világszínvonalon kiépített gyártási technológiát. Bár az együttműködési megállapodás keretében kiépülő képzés és életpálya modell keretében kikerülő középfokú és felsőfokú szakemberekre számítunk, de biztos vagyok benne, hogy a fegyvergyáron kívül a jelentős tempóban fejlődő védelmi ipar és annak a beszállítói köre is tudja hasznosítani az együttműködés során elért eredményeket. Bozó Gábor, a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium igazgatója, a sajtótájékoztatón beszélt a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ kezdeményezéséről, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere által is támogatott modell, és térségünkben centralizálja a védelemipar képzését. A Diana közel 30 éve oktatja a fegyveres szakképesítéseket. 2018-ban fogalmazódott meg először kormánybiztos úr kezdeményezésére, és kezdődött meg egy közös munka a szakképzés területén az Innovációs és Technológiai Minisztérium kollégáival, melynek köszönhetően 2020-ra közös célként fogalmazódott meg a NEFOK, a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ megalapítása Csongrádon, amely cél miniszter úr által is támogatásra méltónak tartott. Ennek következtében olyan fejlesztések indultak el a fegyveres szakképzés területén, amelynek eredményeként ma a Diana minden fegyveres testületet képes ellátni középfokú szakemberekkel. A fegyvermészerész technikus alapszakképesítésre két további szak épül, a fegyvergyártó szaktechnikus és a fegyveroptikai szaktechnikus. Ennek a tudásnak a magas színvonalú átadására, fejlesztésére ma képesek vagyunk Csongrádon, amely tudás már önmagában ugródeszka a felsőoktatás felé. A folytatás tehát itt van, itt lesz Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen, ahol 2021-től elindul a fegyvertervező és gyártó mérnök 7 szemeszteres BSC mérnökképzés, biztosítva ezáltal a közelmúltban létrejött, betelepült és a jövőben a régióba beruházni kívánó védelmipari beruházások felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember utánpótlását. A tervek szerint 2022. februárjától lehet majd jelentkezni a szakirányokra.
Ezen felül az egyetem szeretne egy szakmérnöki képzést is elindítani, amely már a diplomával rendelkezők számára jelentene képzési lehetőséget. Stratégiai megállapodást írtak alá ma délután a Neumann János Egyetemen. A szerződés értelmében a magyar védelemipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik az intézmény. Ennek apropójá mai vendégünk dr. Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztos. Köszöntöm a stúdióban, kormánybiztos úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi az a védelemipar közkeletű nevén hadipar és harcászat? Mi a kettő közt a különbség? A védelemipar az a nemzetközileg elterjedt terminológiája a hadiparnak, ugye a köznapi nyelven ezt hadiparnak hívjuk. A hadipart meg gyakran összekeverik a hadmérnöki tudományokkal, ugye a harcászati tudományokkal. A hadmérnökök azok, akik a hadműveleteket tervezik, a katonai feladatokat tervezik, a hadipar pedig az ehhez szükséges eszközök gyártására létrejött tudományág. Itt most ugye a hadipar, védelemiparról van szó. Milyen hadipari, védelemipari beruházásokat, fejlesztéseket terveznek a közeljövőben Magyarországon is, mondjuk különös tekintettel Bács-Kiskun megyére? A hadipari beruházásoknak az első komolyabb hadipari gyára az itt a közelben Kiskunfélegyházán került megépítésre. Ez egy kézifegyvergyár. Az első 90 utáni időszakról beszélek, a 1990 után, 90 előtt komoly hadipar létezett ebben az országban, ami áldozatul esett részben az 1990-as privatizációnak, részben az utána lévő gazdasági válságnak. Ennek a hadiparnak az újrateremtését tűztük ki célul, és kezdtük el 2018-ban a Kiskunfélegyházi gyár megnyitásával, ami kézi fegyverek gyártására jött létre. Ezt követte Békés megyében egy úgynevezett légipari klaszter, ami nem elsődlegesen hadipari beruházás, de kapcsolódik a magyar haderőfejlesztési programokhoz, az Airbusnak a helikopter alkatrészgyára, illetve ennek kiegészítő gyáregységeit indítottuk el, mint egy felületkezelő gyár, illetve további tárgyalásokban vagyunk egyéb helikoptergyártó bázis létrehozásáról. Ezt követte a tavaly bejelentett gyalogsági harcjárműgyár Zalaegerszegen, illetve a Zalaegerszegre megy további már szintén civil területre átfedést mutató gyáregység az elektromobilitás tekintetében, illetve reményeink szerint újszerű technológiák, autóipari technológiáknak a tekintetében, amiknek van közös felülete a hadiparral is. A harmadik nagy beruházás az Kaposvárra megy, oda szintén harcjárműveknek a gyártása, de ott már nem a lánctalpas, mint Zalaegerszegen, hanem a gumikerekes harcjárműgyárak mennek, illetve a tavalyi évvégén jelentettük be Várpalotán a nagykaliberű lőszer és robbanóanyag gyárat. Ezzel párhuzamosan zajlanak beruházásaink budapesti, tehát a központi régióban, ott főleg a elektronikai mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások, illetve rádiótechnikai beruházás, valamint tavalyi végén szintén megállapodtunk Nyíregyháza régiójára egy radarfejlesztő központnak a telepítésével. Ezt a felsorolást támasztja le az, hogy ezek szerint akkor szakemberre lesz szükség, és gondolom, hogy az a ma aláírt együttműködési megállapodás, hogy tudásközpont jön létre a Neumann János Egyetemen, ez segíti elő. Hogyan? Valóban a legégetőbb problémánk a szakember utánpótlás, nem csak az úgynevezett fehér galléros, hanem a kék galléros szakember is, tehát a közép végzettségű szakembereknek az utánpótlása. Arra a szakképzési intézetekkel kötünk mindenféle olyan fejlesztési programokat, együttműködést, ahol képesek lesznek ezekbe a gyárakba a munkaerő utánpótlást biztosítani. Ami ugyanilyen lényeges, hogy meglegyen a felsőfokú képzettségű embereknek az utánpótlása, és ebben járunk most már egyetemről egyetemre, és kötjük a megállapodásokat. Elsőként egyébként a Neumann Egyetemmel még tavaly áprilisban, de most már az ország többi területén is keressük azokat az egyetemeket, amik képesek a hadipar számára különféle szakterületeken embereket képezni.
Mi szólt a Kecskeméti Egyetem mellett? Miért pont Kecskemétre esett a választás? Egyrészt két oka volt, egyrészt mivel az első gyárberuházásunk itt volt a szomszédban, másrészt mivel a Kecskeméti Egyetem volt a leggyorsabb. És egy olyan fajta együttműködést mutatott nem csak az egyetem, hanem a város is, ami tekintetében ez egy példaértékű megállapodás lett még tavaly áprilisban a többi egyetem számára is. Mitől lehetnek vonzók az új típusú képzések a hallgatók számára? Ezek egyelőre nem térnek el az eredeti szakterületi képzésektől, hanem ráépülő speciális képzéseket tervezünk az egyetemekkel. Itt ilyen nagyon speciális tudásra van szükségünk, mind anyagtechnológia, mind elektronikai vezérlés, mind gépipari mérnöki tudások tekintetében, de sorolhatnám a közgazdasági tudományokat, jogi tudományokat, szintén ahonnan számítunk felsőfokú végzettségű emberekre. Az ipari beruházásainkhoz most már minden esetben kapcsolódnak kutatásfejlesztési programok. Tehát azok a nemzetközi cégek, amelyek Magyarországot választják a legújabb gyáregységük felépítésére helyszínül, azok most már hozzák ide a kutatásfejlesztési programjaikat is. És ezek azok a programok, amik egy olyan világot nyitnak meg, ami eddig teljesen elzárt volt Magyarország számára, illetve a magyar fiatalok számára. Amennyiben ebben részt akartak venni, akkor külföldre kellett menniük. Most azt érjük el ezekkel a beruházásokkal, hogy olyan valóban a világ élvonalába tartozó kutatásfejlesztési programokba vehetnek részt, ahova tényleg egy kiválasztott, szűk elit kerülhet be a nemzetközi válogatási folyamatok eredményeként is, és ezek a kutatásfejlesztési programok itt lesznek Magyarországon. És ezekbe a programokba az együttműködés által a Neumann Egyetem is be tud integrálódni? Pontosan, igen. Tehát arra várunk a Neumann Egyetemtől tehetséges fiatalokat, hogy gyűjtsön nekünk össze, illetve mutassa meg nekik, hogy ez egy élethosszi stratégia lehet nekik. Tehát itt olyan kifutása van ezeknek a gyáraknak, illetve ezeknek a kutatásfejlesztési programoknak, ahol teljes karriereket tudnak rátervezni a fiatalok. A védelemipari képzésekben tudunk beszélni duális képzésről, itt a biztonságot szem előtt tartva? Mindenképp szeretnénk duális képzésekről beszélni, de azt tudni kell, hogy ezekbe a gyárakba azért akárki nem mehet be az utcára. Tehát szemben más cégekkel, amelyek egyszerűbben nyújtanak gyakorlati képzést a saját telephelyükön, ezekbe a gyárakba vagy limitáltam, vagy egyáltalán nem tudunk belső képzést nyújtani, hiszen itt olyan biztonsági kritériumoknak kell megfelelni mindenkinek, aki részt vesz ezekben a programokban, amikhez legalábbis munkavállalónak kell lenni. Ezért vannak olyan gyáraink, ahol a gyár egység mellett úgynevezett ilyen laboratóriumokat tervezünk, amik leképezik ezeknek a gyáraknak a belső struktúráját, vagy azt a munkafolyamatot, amit próbálunk egy gyakorlati oktatás keretében megvalósítani, és a diákokat ezekben az úgynevezett laboratóriumokban próbáljuk meg felkészíteni majd a közeljövőben. Az, hogy tudásközpont és kutatásfejlesztés a meglévő hallgatói állományt érinti az új szakok, új képzések, vagy esetleg a most egyetemre kerülő hallgatóknak lesz ez nyitott? Is, azt kell, hogy mondjam. Tehát annyira felgyorsult ezeknek a gyáraknak a telepítés, és egyre másra jelentkeznek be a cégek, és jelentik be, hogy ezeket a gyárakat el szeretnék a közeljövőben indítani. Ezeknek általában 2-3 év a telepítési időszaka, hogy szükségünk van már a bent lévő fiatalokra is, szükségünk van a nemrégiben végzett fiatalokra is, illetve szükségünk vannak azokra is, akik most kerülnek be az oktatásba. Illetve ezek a gyárak azért nem egy esetben olyan higgadságot követelnek a belső munkavégzésben, hogy szükségünk van az idősebb generációra és a tapasztaltabb higgadságára a munkafolyamatok szervezése tekintetében.
Tehát amit itt elmondott, jól gondolom, hogy annak, hogy a védelemipar fejlődjön, ez egy sarokköve, hogy a tudásközpontot, a tudásbázist megteremtsük, és ezért van jelentősége a mai együttműködési megállapodásnak? Ez a kötelező eleme gyakorlatilag. A cégek, amelyek döntenek a Magyarország beruházás mellett, kifejezetten kérik, hogy legyenek ezek a programok, kifejezetten számítanak arra, hogy hozzájutnak fiatal, értelmes kollégákhoz, illetve a saját kutatóikat is gyakran már gyűjtik össze, hogy áttelepítsék ide a gyárak mellé. Kormánybiztos úr, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és örülök, hogy egy ilyen sikeres együttműködés kezdetéről tudtunk most beszámolni. Köszönöm szépen. Már minden készen állt a Kecskeméti Szakképzési Centrum iskoláiban arra, hogy a tanulók visszatérjenek az intézmények falai közé. A kormány azonban úgy döntött, hogy februárig marad az internetes tanulás. A tanárok előrelátóak voltak, és még az őszi szünet előtt gondoskodtak arról, hogy később a fél év zárás ne okozzon problémát. Így a digitális oktatás meghosszabbítása nem a tanulmányi előrehaladás szempontjából jelent gondot, inkább azért, mert a fiatalok már nagyon hiányoznak egymásnak. A cappuccino készítésének menetét mutatja be ez a pincérszakos tanuló a Széchenyi István technikumban. A forró italt azután ki is viszi az egyik asztalhoz. Egy másik diák bort ajánl a vendégnek a vacsorához, ügyelve arra, hogy az ízvilágok passzoljanak egymáshoz. A 9-es cukrász tanulók a vajas croissant készítését gyakorolják tanáruk irányítása mellett. A végeredmény nem csak impozáns, hanem finom is. A tancukrászatban pedig még maszkon keresztül is érezni a frissen sült pékáru illatát. Az e-féle gyakorlati ismereteket nehezen lehetne otthonról számítógépen keresztül elsajátítani. Szerencsére néhány óvintézkedés betartása mellett zavartalanul folyhat a gyakorlati oktatás a Kecskeméti Szakképzési Centrum valamennyi iskolájában. Jelenleg már azt lehet mondani, hogy november óta online oktatás folyik, nagyrészt döntően. Azonban pont a mi képzéseink miatt a gyakorlati jelenléti oktatás is megvalósul, tehát lehet azt mondani, hogy hibrid formában valósul meg az oktatás, tehát egy részét az elméletnek azt online, illetve a közismereti tantárgyakat online kapják a diákjaink, viszont a gyakorlati, amihez valóban jelenlét elengedhetetlen, azt jelenléti formában kapják meg, a járványügyi előírásoknak megfelelően kis csoportos formában. A gyakorlati órák mellett lehetőség van olyan személyes kiscsoportos konzultációkra is a szakképzési centrum iskoláiban, amelyek során az érettségi és a szakmai vizsga előtt álló végzősök tehetik fel kérdéseiket tanáraiknak. Emellett azoknak is segítenek az oktatók ilyen formában, akik lemaradtak a tanulásban. Mindenféleképpen hatással lesz itt a félévi értékelésekre, illetve a fél év zárásra az, hogy a fél évnek a második fele, tehát jó két hónap online formában zajlott. Azonban én úgy gondolom, remélem, hogy jelentős hatással, illetve jelentős változást nem fog hozni a fél évi jegyek átlagában. Azért azt lehetett látni már az ősz során, illetve készültünk is rá, hogy valószínűleg online oktatásra kell átállnunk. Mindenki igyekezett a jelenléti, még a korai őszi időszakban megfelelő számú jegyet szereztetni, illetve az online oktatásban is a digitális eszközökkel beszámoltatásra készítette föl a diákokat. Az elméleti tantárgyak esetében hát online formában történik a fél évi jegyek megszerzése, illetve hát itt az őszi szünetig ők bejártak azért nappali oktatásra, tehát ott azok a jegyek, illetve azóta szerzett jegyek alapján fogjuk majd őket értékelni, illetve osztályozni. Ezek történhettek tesztekkel, különböző feladatok megoldásával, amit online föltöltöttek és meg tudták csinálni. Ahogy az elméleti tantárgyakból, ugye a gyakorlati tantárgyakból is kapnak jegyet a tanulók. Nyilván, mikor itt vannak bent, akkor a tanárok értékelik a munkájukat, és akkor meg tudják szerezni ezeket a megfelelő jegyeket.
A meghosszabbított digitális oktatás tehát nem jelent problémát a jegyszerzés szempontjából, az iskolák pedig dolgoznak azon, hogy a tanulmányi előrehaladásban se érje hátrány a tanulókat. Hogyan lehetne értékelni a járvány miatt bevezetett digitális oktatás időszakait? Erről is megkérdeztük Ignác Bence főigazgatót és Mester László igazgatót. A digitális, illetve az online módon való ismeretközlés az egy újdonság volt tavasszal, illetve hát még most is azért valljuk be újdonság. Ez egy lehetőséget, egy fejlődési lehetőséget jelent az oktatók, de ugyanúgy a diákok számára is. A másik része, hogy a diákok részéről ez mennyire hatékony, vagy mennyire elfogadott, az már lehet, hogy egy kicsit szokás kérdése. Vannak olyan tananyagrészek, amelyekhez valljuk be nem biztos, hogy a személyes jelenlét is kell az elsajátítására. Gondolok itt, és akkor nem az iskolából veszek példát, egy kressz oktatásnál is az e-learning nagyon jól működő rendszer. Meg kell találnunk azokat a pontokat, azokat az ismereteket, amiket akár elektronikus, online formában tudunk közvetíteni majd a tanulóinknak. És értelemszerűen vannak olyan ismeretanyagok, amihez viszont kell a jelenlét. Tavasszal már ugye volt részünk egy hasonlóban, akkor azért nagyon sok olyan tapasztalatot szereztünk, amit most föl tudunk használni. Egyrészt olyan módon, hogy azoknak a tanulóknak, akiknek valamilyen módon nincs internet elérésük, vagy nincs olyan megfelelő felszerelésük, amivel ezt az online oktatást tudják közvetíteni, azok esetében az iskola tudott nekik biztosítani felszerelést ehhez. Másrészt pedig hát a legtöbb tanuló azt elmondja, hogy alig várják már, hogy vége legyen ennek az oktatásnak, a digitális oktatásnak, mert hiányoznak a társak egymásnak. Ami a felnőtt képzéseket illeti, az oktatási folyamat zavartalanul folyik jelenleg is. A felnőtt tanulók éppen mostanában teszik le az ágazati alapvizsgát, emelte ki zárásként Ignác Bence főigazgató. A kiemelőben most Annó magazinunkat láthatják. Kedves nézőink! 10 évvel ezelőtt, 2011. január 5-én hunyt el Gyólai Viktória, Jászai Maridíjas színésznő, a Kecskeméti Katona József Színház örökös tagja. A legendás primadonnáról, akit művészbelkekben úgy is emlegettek, hogy a hang, 2003-ban portréfilmet készített a Kecskeméti Televízió. A mai Annóban ebből a filmünkből vetítünk le néhány részletet. Hogy színház kívülről mégsem nézhetem. Persze, hogy színház, de ez az életed. Olyan utcába születtem, ahol annak idején a nagy árvíz betört. Azért volt az utca, hogy Árvíz utca. Gyerekkorából milyen emlékei vannak? Szerette a várost? Nagyon szerettem, csak most ismertem meg Szegedet, miután nem lakom ott. Én 19 évesen elkerültem onnan, és ott férjemmel több ízbe lementünk oda nyaralni Hungáriába, meg motorcsónakversenyre. És akkor láttam, mondta a férjem, hogy nézd csak, hogy milyen gyönyörű ez a ház. Persze, ez a Leitzinger ház, az a kis Dávid palota, ez a vasalóház, mondom én. És azt mondja, te ezt mind láttad, még itt éltél, és ezt nem vetted észre. És most fedeztem fel, akkor, amikor lent voltak Szegeden, hogy mennyire gyönyörű város Szeged, milyen csodálatos épületei vannak. Az, hogy öbből énekesnő, színésznő lett, annak vannak családi előzményei? Igen, édesanyám az első erdélyi színi kerületben volt fiatal primadonna, de azok olyan kis társulatok, akik állandóan utaztak, és
ő neki csodálatos szép hangja volt, ő neki volt ez a vágya, hogy én színésznő legyek, de aztán jöttek a gyerekek, édesapám megismerett, házasság, gyerek, és akkor abba hagyta, és neki minden álma az volt, hogy én folytassam. A korszak nagyon szerette az operettet. Nagyon. A város is nagyon szerette az operettet. Nem. Úgy tűnik, hogy önt viszonylag hamar tenyerére is emelte. Nagyon hamar. Nagyon. Ott van egy leányvásárképem, az volt az a mennybe menetel, mert azt még Pesten a Madácsba, és fővittük, egy hónapig játszott ott Pesten. Hát olyanokkal, mint Kertész Dezső. Hát szóval, akkor még Dobi Iris, szóval csodálatos előadás volt. Szokoli Gyuszi, nagyszerű előadás. Hány premiért tudhat maga mögött? 168. Hihetetlen szám. Úgyhogy ne is kérdezz, hogy melyik operettet szeretem a legjobban, mert talán olyan nincs is. Hát Maricát említeném, mert hát azzal egy hónapig Lengyelországban voltam, és fantasztikus. Én ott énekeltem, ahol Hitler kirobbantott a háborút abba a teremben, és hát óriási sportcsarnokban. És láttam ott az első tenger, amit láttam, fönt nagyon csúnya volt, fönt voltunk Szopotban, a tengerparton, és hát az fantasztikus volt. Mondja, hogy nehéz választani a szerepek közül, a kollégák közül tud-e választani? Kikkel játszott legszívesebben? Ó, rengeteg van, ezt szintén nem tudom, mert ez a 35 év, 84 napból én 33-at töltöttem itt. És én annyi bomlívánk, hogy kollégát, én maradtam. És mindig jöttek újak. És most kiemelném azt, hogy a legszebb hangon és a legcsodálatosabban éneklő tenorista volt, de elég krakillen, Isten nyugtassa, a Juhász Pali. De hát nagyon-nagyon szerettem a Dévényi Szilit, én nagyon jól megvoltam a Kamillával, mi nagyon szerettük egymást. Én nagyon jól megvoltam a Galambos Erzsivel, Dévényi Szilivel, szóval sorolhatnám itt, de hát olyan régek, hát még az 50-es évek, 50-ben, hát ki az ördög tudja, hogy akkor kit kedveltem. Csorba Pista, hát az vezet Csajányi György. Ezek felejthetetlen kollégák, sajnos Balogh Rózsa, egyik sincs már köztünk. A színészek életében magától értetődő, hogy színházról színházra, városról városra vándorolnak. Önt nyilván a házassága ide kötötte ehhez, igen, a városhoz. Igen, ehhez én nekem voltak ajánlatom, én fönt voltam beugrani a Pesten és az Operettben. Meg volt, amikor a Dukánné Margit, aki itt is igazgató volt, felkerült Pestre, akkor nem hagyott békén, és kérve kért, hogy Viki, gyere föl. De nem csak az, hogy én nagyon, és most is épp ugyan, nagyon szerettem a férjemet, szerettem a város, szerettem az otthonomat, én nem akartam itt hagyni. Ez az egyik ok, a másik pedig, ha én egy ekkora megyébe és ekkora színházba és ilyen csodálatos ékszerdobozba, én lehetek a Gyulai Viki, az első, a primadonna, akiben a Radó Vili úgy gondolkozott, hogy olyan darabot hozok, ami Kamillának jó, a Vikinek jó, a Galambosnak jó, a Juhász Palinak jó, ennek a rendezőnek jó, akkor én azt fogom jövőre bemutatni, hogy a Vikinek legyen pompás két nagy szerepe. Az a borzasztó az egész, hogy én teljesen egyedül vagyok. Testvéreimet, sógoromat, sógornémet, anyámat, férjemet, mindenkit eltemettem. És szerte szét vannak az országban. Bátyám Szegeden, nővérem Budapesten, anyám Szolnokon. Nem volt annyi pénzem, hogy hazahozassam akkor. És én hát ugye elutazgatok, de én olyan nagyon boldog vagyok, amikor leszállok Kecskeméten a vonatról. Egy olyan hallatlan megnyugvás, hogy jaj, végre csönd van, itthon vagyok, nem tülekszem, nem. És ami még csodálatos Kecskemétben, és ezt hadd mondjam el, mert ezt nem tudom elfelejteni, hogy higgy el, nem sokan vannak azok, akik akkor színházba járt, de azok vannak. És én nem tudok úgy elmenni sehová, színházba, nem színházba, utcára, piacra, boltba, akárhová, meg ne szólítson valaki. A buszon. Én nem tudok úgy kimenni a temetőbe, hogy egy idősebb hölgy vagy úr nem jön, hogy jaj, akkor voltam színe, láttuk ám a Vikikét, ugye nem baj, hogy így szólítjuk. És ez annyira jó, hogy én 80-ban ott hagytam a színházat. És ennyire, akik még megvannak, élnek és színházba jártak, azok nem hagynak szólni. Főleg ezután, az est után, ami volt itt a művelődési házban, hát napokig nem volt nyugtom, telefonon kerestek mindent, hogy láttak, hogy beszéltél, és ment egy számot, vagy ő, hogy művész, vagy nem tudom. És ez olyan nagyon jó, hogy még azért gondolnak rám. Nem vagyok olyan borzasztóan egyedül. Igaz, hogy színház, kívülről mégsem nézhetem.
persze, hogy színház, de ez az életed. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. Stratégiai megállapodást írtak alá ma délután a Neumann János Egyetemen. A szerződés értelmében a magyar védelmi ipar egyik legfontosabb kutatófejlesztő központjává válik az intézmény. Új egyetemi képzések, szakok indulnak, új munkahelyeket teremt és adóbevételeket is jelent Kecskemét számára az új program. Megérkezett a koronavírus elleni vakcina harmadik szállítmánya a Bács-Kiskun megyei oktatókórházba. Összesen 3510 ember beoltására elegendőek az ampullák. A kecskeméti kórházban eddig több mint 2500-an adatták be a vakcinát. A polgármesteri segítséget kapott a kecskeméti mentőállomás. Engert Jakab négy Szeberény, Gyula Tamás alpolgármesterek nem csak ajándékot vittek a mentőknek, hanem önkéntes munkát is vállaltak. Január 15-ig van lehetőségük a szülőknek beadni a kérelmet, ha azt szeretnék, hogy 6 éves óvodáskorú gyermekük további egy évig óvodai nevelésben maradhasson. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Thank you.